Hosszú évek óta zajlott úgy újév első napjának kora estéje, hogy zenebarátok gyűltek össze, jellemzően a Szekszárdi Művészetek Házában, hogy kulturális élménnyel indítsák az új évet. Könnyed jazz vagy vidám komoly zene volt általában a programban. Aztán a Covid, ahogy sok mindent, ezt is megakadályozta. De az igény fennmaradt, és most, hogy újra szabad a vásár, a Babits Kulturális Központban nem volt kérdés, legyen-e újra újévköszöntő koncert. Igaz, nem január legelején, hanem a legvégén. Nagyon egyszerű az oka ennek, hogy miért nem január 1-én tartottuk. Annyira gazdag volt az adventi programkínálatunk, illetve egy hatalmas szilveszteri fergeteges bál is zajlott még itt a házban, hogy egyszerűen fizikailag nem volt idő ennek a meghirdetésére, megszervezésére, hiszen a cél, a szándék mindig az, hogy minél többen tudjanak eljönni. Nagy örömünkre, és ez most nem csak az újévi koncertünkre vonatkozik, hanem az elmúlt időszak szinte valamennyi eseményére, teltházas koncert lesz ma is. Ez egy folyamat, amit őszóta tapasztalhat a ház szakmai gárdája, gyakorlatilag minden előadáson teltházban. Az idei fellépő a Budapest Jazz Orchestra volt, akik 25 éviket taposák, és ez idő alatt számos ismert énekessel közösen álltak színpadra. Ebből a repertoárból választotta ki a Babits szakmai stábja azt, amelyben Poyák Lilával és Gájed Bálinttal a jazz aranykorának legjobb dalait hozták el. 50-es 60-as évek vokális jazze az, ami itt el fog hangzani. Rengeteg olyan dal fog elhangozni, ami olyan formátumú előadóknak is lágere volt, mint például Natalie Cole vagy Frank Sinatra, és ezeket általában, aki szereti a zenét és hallgat sokféle dolgot, az ismeri. Tulajdonképpen azért a dalokat egy kis részben válogatjuk így, hogy legyenek benne ikonikus darabok, de Budapest Jazz Orchestrának 5-600 számos vokális repertoárja van a kottatárában, és hát természetesen az énekessel szoktuk kialakítani azt a koncepciót, hogy mi az, ami neki a legjobban fekszik. Egyrészt hangnemben is, ugye, mert teljes big band hangszereléseket nem lehet áttenni, sok hanggal odébb. Másrészt, hogy tulajdonképpen ugye mai este is el volt képzelve valahogy, abból szűrünk ebből a repertoárból, és így alakul ki a műsor. Poyák Lilát elsősorban musical színészként ismeri az ország, ám saját bevallása szerint törekszik arra, hogy ez a kép ne rögzüljön senki fejében, éppen ezért tágítja a saját határait, mondja. Az ember feláll egy színpadra, akkor eljátszik egy szerepet, és a fő különbség, hiszen azért a színházakban is általában nagy zenekarra mennek az előadások, azok a zenés előadások, amikben játszom legalábbis többnyire. Belebújni egy karakterbe és elbújni egy szerep mögé, úgymond, holott nem csak nehéz megformálni a karakter, de ugyanakkor könnyebbség is ahhoz képest, mint amikor az embernek meg kell mutatni a saját személyiségét. Szerencsére azért nagyon sokszor nyílt alkalmam komoly zenekarokkal fellépni, de mindig egy nagyon nagy örömünnep az, amikor egy ilyen este vár rám, mert nagyon szeretek nagy élőzenekarról énekelni, ki nem szeret természetesen, és ráadásul nagyon szeretek egy kicsit vándorolni a stílusok között, és nem csak musicalt énekelni, hanem ugyanakkor popzenét is nagyon gyakran énekelek, és egyre többször nyílik most már lehetőségem szerencsére jazzt is énekelni. Ez egy nagyon régi szerelem, ez már nem tudom az idejét sem megmondani, hogy mikor, és szerintem gyerekkoromtól datálódik, és mindig is azt gondoltam erről a pályáról, hogy az a szép és érdekes benne, hogy az ember minél több mindent kipróbálhat, és minél több mindenben kipróbálhatja magát, úgyhogy a jazzt én nagyon régóta éneklem, csak nem olyan régóta nyílik alkalmam ilyen viszonylagos rendszerességgel és egy ilyen fantasztikus zenekarral énekelni. Populáris jazzt nagyon szeretem, és azokat az előadókat, akik egy kicsit ötvözik a jazzt akár a könnyű zenével. Úgyhogy mindenképpen azt hiszem, hogy itt is egy olyan kis fúziós műsor alakult ki, amiben azért benne van a BJO, Budapest Jazz Orchestra, ugye, mint saját stílus,
és nem egy az egyben dolgozzuk fel a jazz dalokat, kicsit projektlillásabb is lesz, és azt hiszem, hogy ettől csak még izgalmasabb. Mert van egy olyan közös repertoárunk most már, amit a Budapest Jazz Orchestra is nagyon szívesen játszik, és én is nagyon szívesen énekelek, úgyhogy általában a beszélgetés inkább csak arról szól, hogy mit hagyjunk ki a műsorból. Az est vendége az a Gájer Bálint volt, akit miután feltűnt egy tehetségkutatóban, gyorsan a swing hercegének tituláltak, ami saját bevallása szerint nem nyomasztja igazán. Sokkal könnyebb behatárolni magát a műfajt, hogyha ez így összeforra nevemmel. Bár nem csak swinges dalokat éneklek, de hogy alapvetően talán a leghatározottabb ilyen image-ebb, a zenei image az talán a swing zene mindenképpen. Ugye ma este is fogok énekelni majd swinges és latinos dalokat is. Én nagyon szeretek egyébként Lillával egy színpadon állni, mert mindig nagyon határozott, nagyon jól érzi a zenei műfajokat. Ugye őt alapvetően inkább a musical világból, a színházi világból ismerhetjük, de ő nagyon jól énekel popzenéket is, többször is lehetett hallani őt az Eurovíziós Dalfesztiválon is például. Úgyhogy ő nagyon profi énekes, és mindig lehet tudni, hogyha jót lesz, akkor minden hang a helyén lesz, úgyhogy nem nagyon kell izgulni, egy kicsit így hátra lehet dőlni, az ő duett partnereként is ugyanezt fogom érezni valószínűleg. Úgyhogy ez már nagyon régi történet volt, hogy mi a Budapest Jazz Orchestrával közösen Lillával így egy színpadon álltunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy újra van lehetőségünk.